Ma van esély arra, hogy felülírjuk az eddigi rekordot, hiszen több ponton 38 fok is valószínű. Jó reggelt kívánok az M1 nézőinek, Molnár Csilla vagyok. Aki tehát megteheti, mindenképpen látogasson ma vízpartra, és csobbanjon egyet. Folyóink hőmérséklete jelenleg 24 és 26 Celsius fok között mozog, nagy tavaink pedig már átlagban 26 fokosak, kicsit hűvösebb a Tisza-tó, ami 25 fokos, illetve a Velencei tó már 27 Celsius fokos. Éppen ezért nagyon sokan az elmúlt napokban is ellátogattak már a Balatonra, és kihasználták a nyugodt időt. Így tett Bene Ádám is, Balaton szemesen készítette ezt a csodaszép képet, nagyon szépen köszönjük neki. További érdekes időjárással kapcsolatos felvételeiket önök is küldjék el a már jól ismert meteorfotókukac@mtva.hu e-mail címre. Viszont már csak pár napunk van kihasználni ezt a nyugalmat, jelenleg még egy anticiklon van felettünk, és déli szél szállítja a meleg léghullámokat. Csütörtökön azonban egy front is elér bennünket, ez a front hoz majd frissítő záporokat, zivatarokat, illetve mivel mögötte az északi szél feltámad, pár fokot visszaesik a hőmérséklet is. De ahogy említettem, ma még igazi forróságban lesz részünk. A napsütés hatására azért képződnek gomoly felhők, nagyobb számban inkább az északi, leginkább az északkeleti területeken. Így itt egy-egy kisebb zápor, illetve akár kisebb zivatar is kipattanhat, de csak is a több órás napsütés mellett. A csúcsértékek pedig a Kárpát-medence legnagyobb részén meghaladják a 30 fokot, de a déli megyékben több helyen 37-38 fok is valószínű. És még szerdán is egészen meleg lesz. Szerdán viszont az északnyugati területeken a front hatására már egy-egy kisebb zápor, zivatar késő délután, kora este kialakulhat. Csütörtökön, illetve a csütörtököt követő napokon pedig helyenként szorványosan lehet záporos, zivataros az időjárásunk. Továbbra is hosszabb, rövidebb ideig azért kisüt mindenütt a nap. Az északi szél hatására pedig kicsivel 30 fok alatt alakulnak a csúcsértékek. Úgy tartották, hogy a búza töve ezen a napon, azaz Péter Pál napján megszakad. Kezdődhet az aratás. A munka végeztével következik az arató ünnep, amely a középkorban is szokás volt. De 1901-ben agrárminiszteri rendelet is előírta az aratási mulatságok megtartását. Egyik népdalunk szövege is magába foglalja a hagyomány rendjét. Elvégeztük az aratást, készülj gazda, jó áldomást! Gazdasszonyunk, jó vacsorát, adjon Isten jó éjszakát! Én egyelőre még csak szép napot kívánok önöknek. Köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra!